Moldvai Csángó kobozmuzsika és Tekerő Lant. Ezek voltak Kobzos Kis Tamás kedvenc hangszerei. Az Óbudai Népzenei Iskola diákjai ezzel az előadással tisztelettek egykori tanáruk, a Kossuth és Liszt díjas énekmondó zenetanár emléke előtt. Kobzos Kis Tamás hagyatékából nyílt kiállítás az intézményben. Szerényi Béla, megbízott igazgató, Kobzos Kis Tamás szellemiségét idézte fel. Nem áll le ma a tanítás, mert azt gondoljuk, hogy Tamás szellemisége, Kobzos Kis Tamás szellemisége éppen azt kell, hogy mutassa, és azt is mutatja, hogy él minden. Él az is, ami itt van körülöttünk, és él az is, ahogy megszólalnak ezek a hangszerek. Búzs Balázs polgármester felelevenítette az egykori igazgató életútját, de beszámolt az iskola új, még vele együtt tervezett programjáról is. Még életében együtt kezdtük el megtervezni azt a programot, igazgatóval utaltál, mely által Néphagyományok az óvodában címmel a legkisebbekhez is eljutott a népzene és az élőzenés táncház. A nagycsoportosok megismerkedhetnek a magyar zenei anyanyelvünk gyökereivel, és ez saját jelentőségén túl arra is utal, hogy Kossuth Kis Tamás hagyatéka nagyon is élő örökségünk. Mindezen túl természetesen a tanár, művész, pályatárs és barát emlékét, az Óbudai Népzenei Iskola emlékkoncertje, a róla emlékezett vándordíj és a konferenciák is őrzik. Azok a közösségi események, melyek már a múlt helyett Kobzos Kis Tamás zeneművészetéből merítő új tehetségek, új szakemberek előtt nyitnak teret. Ez tényleg így van, hogy az érzelmi világa az egésznek az tulajdonképpen egységes. Tehát az akarat, az a szándék, amit át akar adni egy énekmondó, az a kétségbe esett szándék, hogy most rám van bízva a népemnek a jövője, mert hogyha én ezt nem mondom el, akkor valami örökre elvesz. Isten ostoráról, Attila királyról. Kobzos Kis Tamás tavaly novemberben hunyt el. Emlékét örökre megőrizzük.